A vadásztársaságok a pandémiás helyzet miatt tavasz óta nem fogadhatnak külföldi bérvadászokat. A Sárközi Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaságot a helyzet újszerű megoldásra kényszerítette. Ők a kormány által előírt kötelező őszbokállomány gyérítést, amiben eddig a külföldi vadászok is részt vettek, most a társaságon belül oldották meg. A mi vadásztársaságunkat csekély mértékben érintette a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedések, hiszen a bevételeink nagy részét nem a bérvadászatból érjük el, és igazából az, ami az őszbak, ami a mi területünkön ilyen értelemben releváns, hogy bérvadászati bevételi forrás, az intéző bizottság egy olyan határozatot hozott, hogy a kormányhivatal által kiszabott terv 40 darab őszbaknak a kilövése, idén a vadásztársak lőhetik ki a 40 darab őszbakot, és jövőre pedig mindegyik értékesítve lesz, úgy nem lőhetnek vadásztársak jövőre őszbakot, így a kettő év viszonylatába gazdaságilag nem szenved a vadásztárságunk különösebb károkat. Egyformán egyetértő ember, 52 ember nincsen, tehát mindenki van, akinek esetleg más lett volna a véleménye, de hát ugye örülnek, mert idén lőhetnek, és így kénytelenek lesznek tudomásul venni, hogy jövőre viszont bérvadászatok fognak az őszbakkal kapcsolatban történni, és így ugye nem kell pótbefizetésre kötelezni a tagjainkat, hiszen a vadásztársaságnál, hogyha az éves bevétele nincs, hogyha az alkalmazottait nem tudja fizetni, az vadakat nem tudja etetni, nem tud vadgazdálkodni, bizony a tagoknak kell zsebbe nyúlni, és bizony őnekik kell pótbefizetéssel tehát életképesen tartani az adott vadásztársaságot. A vadásztársaság elnöke azt mondja, ők meg tudják oldani a külföldi bérvadászok elmaradása miatt keletkezett kiesést, de nem minden egyesület ilyen szerencsés. Érzékenyebben érinti azokat a vadásztársaságokat itt a kormányzati intézkedések, akik gímszarvassal gazdálkodnak, dámszarvassal gazdálkodnak, és a bevételüknek a jelentős részét a bérvadászati tevékenységből érik el. Hozzá kell azonban tenni, hogy a belföldi vadászat a koronavírus járvány alatt is zajlott, hiszen a vadászati tevékenységre a horgászathoz hasonlóan lehetőség volt egyedül, vagy szűk családi körben. Itt csak a külföldi vadászoknak a mozgásával való korlátozás az, ami érzékenyen érintette a társaságokat, de azt gondolom, hogy kell lenni egy vadásztárságnak annyi tartaléka, hogy egyetlen egy évet át tudjon hidalni, likviditását meg tudja őrizni. Nagyon lényeges dolog, hogy az apró vadvadászatot azt nem érinti, a nyulat, illetve a fácánt, hiszen az a téli időszaknak van a szezonja, illetve vadászati lehetősége. A vaddisznó vadászata egész évben folyamatos, tehát nem érinti. Itt a gímszarvas, dámszarvas vadászata körül volt probléma, illetve az őszbak vadászata, de ott is van még a szezonból hátra, tehát én azt gondolom, hogy a vadásztársaságok be tudják pótolni még a kimaradt bevételeiket. Ugyanakkor hozzáteszem, hogy az árakat lehajtotta ez a külföldi vadászok beutazásának a tilalma, tehát rákényszerültek egyes vadásztársaságok, hogy áron alul értékesítsék az őszbakjaikat, hogy a likviditásukat meg tudják őrizni. A koronavírus járvány hatalmas károkat okozott eddig a Tolna megyei vadásztársaságoknak. Az őszbak főszezonja nagyjából május végéig tart, az éves terítéknek jelentős hányadát eddig szokták elejteni. A Vadászkamara megyei titkára szerint a tervezett állománynak idén csak töredékét sikerült leteríteni, ami főként a külföldi bérvadászok elmaradásának tudható be. Körülbelül 20%-a az, ami terítékre került a fő vadászati idényben, mármint az őszbak vadászati idényéről beszélünk, mert jelenleg az van most a porondon, így mondjam. Tehát ekkor az elmaradásunk, ami nagyon nehezen lesz pótolható, még hogyha határok nyílnak is, elvileg ugye hamarosan az Európai Unió többi határai is megnyílhatnak, hiszen a java a teljes évi őszbakterítéknek a felét ebben az időszakban ejtik el, és jellemzően nagy arányban bérvadászat során, legalábbis a megyénkben jellemző ez. A vadásztársaságok a járvány terjedése alatt abban bíztak, hogy az őszi és téli terelővadászatokat még meg lehet tartani, valamint hogy a kialakult pandémiás helyzet enyhül a gím- és dámszarvas szezonjáig. Tolna megye egyébként még a szerencsésebb megyék közé tartozik, már ami a bérvadászat ideiglenes kiesését illeti. Itt ugyanis egész évben lehet nagy vadakra vadászni, de például például az Alföldön, ahol ebben az időszakban szinte csak őszbakra lőnek, már komolyabb gondot jelent a járvány. A tipikusan alföldi, ahol nincsen gím-dám, tehát abszolút az őszbakra hegyeződik ki a bérvadászat, mondjuk Szolnok megye ebben az élenjáró, ott nagyobb arányú, 60% fölötti a bérvadászat aránya, és igazából náluk, hogyha ez elúszott, akkor nincs miből pótolni. Ilyen az országban 5 megye van az alföldi megyék közül, amelyek tipikusan érintettek. Akik majd könnyebben tudják esetleg meglovagolni ezt a helyzetet, azok a tipikusan abszolút nagy vadas területek, Somogy, Zala. De nyilván ott is ez még kérdőjel, hogy mennyire lesz piaca a határnyitások után a bérvadászatnak. Pedig az ország határai a napokban újra megnyílnak az Ausztriából érkező bérvadászok előtt. Ők mostantól szigorú feltételek mellett, például 4 napnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel már beléphetnek az országba. Király István szerint kérdéses viszont, hogy a külföldi vendégvadászok bemernek-e jönni, és akarnak-e vadászni az itteni területeken. A megyénknek egy jelentős része, ez a keleti része, a mezőföldi, ami inkább alföldi jellegű, ez elsősorban az őszbakra, amelynek most ugye szezonja van, építi a gazdasági gazdálkodási bevételeit, tehát ők fogadóképesek. Az egy másik dolog, hogy időközben ugye a mezőgazdasági területeken az ott termesztett növénykultúrák már olyan mértékben növekedtek meg, hogy a vadásztatást nagyon-nagyon megnehezíti, éppen ezért május végéig szokott lenni a java bérvadásztatás. Aztán majd üzekedésben július-augusztusban a második felvonás. A fogadókészség megvan, kérdés az, hogy mekkora lesz a piac. Az, hogy a járványnak lesz-e ősszel második üteme, még a szakértők is csak találgatják. Ha viszont így lesz, az újabb fejtörést okoz majd a Tolna megyei vadászegyesületeknek. Akkor a helyzet szerintem Hajszára hasonló, tehát ugyanígy meg fog torpanni, szinte lenullázódni a piac, és amit esetleg a belső piacokon, tehát a belföldi bérvadászati körrel meg lehet oldani, de azért az nem a teljes. És ugye tudjuk jól, hogy a belföldi sem ugyanolyan arányú, mint a korábbi években. Tehát csak a Tolna megyét nézve a május végéig időszakban a korábbi évekhez képest 20% az, ami terítékre került, úgyhogy a belföldi piacot azért tudták használni valamelyest a vadgazdálkodók. Az osztrák vadászok tehát, ha jogilag már jöhetnek is, a szakértők szerint egyáltalán nem biztos, hogy akarnak majd. A járvány újbóli felerősödése pedig akár az egész vadászszezont tönkreteheti.